A Rákóczi Szabadságharcot középpontba állító ingyenes családi napot tartottak szeptember 22-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Borsics Enikő, az intézmény múzeumpedagógiai osztályának vezetője kérdésünkre elmondta, a második Rákóczi Ferenc emlékév keretén belül megrendezett Vivát Rákóczi tematikus nap programjainak összeállításakor a felnőttekre és a gyerekekre is gondoltak. Elsőként mindenképpen a mai rendezvényen a Propatriát Libertate vándorkiállításunknak a megnyitóját emelném ki, amely most egy hónapig, október 23-áig lesz látható majd az intézményünkben, ezt követően pedig kassára fogjuk majd kivinni a második Rákóczi Ferenc Expresszel. Emellett kuruc és labanc hagyományőrzőink lesznek velük. A gyermekek kézműves foglalkozásokon játékkatonát festhetnek, pajzsot és tarsolyt készíthetnek, délután pedig báb előadást láthatnak Husztvárának elfoglalásáról, valamint Rákóczi kisfilmekkel is várják a közönséget.